Kedves nyugdíjas társaim, kedves meghívott vendégeim, kedves meghívott nyugdíjas klubok tagjai, klubvezetők, kedves malomsoki polgármesterasszony és csikvándi polgármester úr. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat a csikvándi Fehérakász nyugdíjas klub 15. jubileumi ünnepségére. Úgy látszik, az idő is kegyes volt hozzánk, amiért ilyen szép, napfényes, őszi időben ünnepelhetünk, ami azt sugallja, hogy nem csak az őszi levelek színesek és tarkák, hanem mi szépkorúak is szebbé és színesebbé tehetjük az életünket a klubokban, baráti társaságokban. Legyen bizonság erre ez a mai délután is. Sok szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, Zsámbokiné Budai Annát, a nyugdíjas klubok és idősek életet az éveknek Országos Szövetség elnökét. Kosvai Balázst, a Pannon Nyugdíjas Szövetség Nagy Pétert, a Pannon Nyugdíjas Szövetség a csikvándi önkormányzat dolgozóit és a képviselőtestület tagjait, valamint Kozma Tibor polgármester urat. Végül gondolatban köszöntjük Kara Ákos volt és Jopáros Alpár jelenlegi országgyűlési képviselőnket, akik más elfoglaltság miatt a mai ünnepségünkre nem tudtak részt venni. Továbbá sok szeretettel köszöntöm a malomsoki, a szerecsenyi és a győri PEC klub nyugdíjasait és vezetőit, valamint külön köszöntöm malomsok polgármester asszonyát, Barcáné Majsa Klárát. Köszönjük, hogy eljöttek bennünket. 15 év nagy idő. Ennyi év telt el azóta, hogy az akkori nyugdíjasok úgy határoztak, hogy szebbé és tartalmasabbá teszik nyugdíjas életüket, napjaikat. Az elmúlt 15 év bizonyíték arra, hogy jó döntést hoztak. Az eltelt idő közös programjai, a kirándulások, nyugdíjas találkozók, vetélkedők igazolják, hogy jó alapokat raktak le, amire érdemes és kell is építeni. A jövőben is. Köszönjük az alapítótagoknak és az akkori klubvezetőnek, Schleck Lajosnénak, hogy sok éven át sikeresen vezette ezt a klubot. Mivel emlékezünk azokra, akik már nincsenek köztünk, de sokat tettek azért, hogy ez a nyugdíjas klub sikeresen működjön. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni támogatóinknak a teljesség felsorolása nélkül, Kozma Tibor polgármester úrnak, az önkormányzat dolgozóinak, a képviselőtestületnek, hogy sok év óta anyagi és erkölcsi támogatást nyújtanak a klub részére. Továbbá köszönetet mondunk Molnár Gábornénak, Tóth Tündének, Gyöngyösi Ottónak, Szórádi Árpádnak, hogy segítségükre mindenkor számíthat a nyugdíjas klub. Köszönjük az a sok segítségük. Végül, kedves nyugdíjas társaim, szeretném megköszönni a sok éves önzetlen segítséget és támogatást, amivel hozzájárultatok a klubnak a sikeres működéséhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nem akartam sokat beszélni, azt hiszem, hogy a tettek a fontosak, nem a szavak most annyira. És akkor felkérem, hogy akik úgy gondolják, hogy köszöntik ezt a klubot a 15 éves jubileum alkalmából, tegyék meg. Először Zsámbokiné Budai Annát szeretném szólítani, hogy köszöntsem. Fehérakác nyugdíjas klub tagsága, kedves vezetőink óta. Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai 15 éves jubileum alkalmából. Örömmel jöttem, nem első alkalommal vagyok itt. Már évek óta bepillantást nyertem a klub életébe. Jó lehet, a klub nem olyan régóta tagja az életet az éveknek, klubszövetségnek. De úgy gondolom, munkájukkal ebben a pár évben is bizonyítottak, és az életet az éveknek klubszövetség jelszavát, hogy ne éveket adjunk az életnek, hanem életet az éveknek.
értelemmel töltsük meg a hátralévő éveket, azokat, amelyek a munkás éveket követték. Ez a közösség 15 évvel ezelőtt, mint ahogy a Bota visszaemlékezéséből is kitűnt, azért alakult, hogy értelmes elfoglaltság legyen a nyugdíjas korosztálynak, annak a korosztálynak, aki egy életet végig dolgozott. Kis település, Csikvánd is, de a nyugdíjas klubról mindig hallani. Ez a bizonyíték arra, hogy aktív részesei az életnek, hisz bármikor jöttünk, mindig elhangzott azt, hogy köszönet nekik, hogy a községi rendezvényeken mindig aktívan helytállnak. Ez oda-vissza így van, hisz az ő szájukból nem egyszer, se kétszer, mint ahogy az előbb is bizonyítandó, hogy elhangzott az, hogy köszönik az önkormányzatnak, élükön a polgármester úrnak, a nyugdíjas klubnak nyújtott támogatást. Két héttel ezelőtt volt a megyei rendezvényünk Kapuváron, ahol ünnepeltük az Életet az Éveknél Klubszövetség megalakulásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból a klubvezetők és a megyei elnökség javaslata alapján többen részesültek elismerésbe, diszoklevélbe, illetve emlékezetbe, köztük Csikván település polgármestere is, aki nem véletlenül került föl a listára, hisz elsők között jelezték a csikvándiak, hogy igenis szeretnék megköszönni ilyen formában is Kozma Tibor polgármester úrnak azt a munkáját, amit a nyugdíjas ad. Most itt az előbb a köszöntőjébe elhangzott, hogy a nyugdíjas klubosok is megérdemlik ezt a köszönetet, hisz mindig részesei a rendezvényeknek. Elhangzott Ellinek a neve, aki mint alapító klubvezető sok-sok éven keresztül irányította a munkát. A közösségi élet nem egy ember vezetésével zajlik le, mindig kell egy mag, aki segíti a klubvezető elképzeléseit, ezt ennél a klubnál megtalálhatjuk. Az Országos Szövetség a 15 éves jubileum alkalmából a Fehér Akász Nyugdíjas Klubnak tevékenységük és elismeréseként, köszöneteként egy diszoklevelet adományoz, és ugyancsak diszoklevelet adományoz, ezt meg a megyei elnökség javaslata alapján Tóth Lidia Ágata klubvezetőnek. Én kívánom, hogy még sok-sok éven keresztül békességbe, szeretetbe együtt töltsétek a nyugdíjas napokat, hisz minden nap egy ajándék nyugdíjas életébe, ehhez kívánok erőt, egészséget és sok-sok közös programot. Köszönöm még egyszer, hogy meghívtatok. Most pedig megkérném Kozgai Balázs urat, a Megyei Kanúnyugdíjas Szövetség elnökét, hogy szóljon pár mondatot, és köszöntse az itt megjelenteket. Kedves nyugdíjas társaim, akik már, ha jól nézem, többetek ezüst hajjal, vagy a festék alatt ezüst hajjal, de a lelketekben aranyszívvel rendelkeztek. Nagyon nagy tisztelettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy együtt ünnepelhetjük Malomsokkal, Szerecsennyel és a Győri Pleckóval együtt a Csikvándi Fehér Akász Klub megalakulásának 15 éves évfordulóját. Tudjuk, hogy a 15 év az egy nagyon rövid idő, de ha egy 15 éves fejlődő kislányt nézünk 15 évesnek, az már nagyon szépen alakul, és ez a folyamat látszik a Csikvándi Nyugdíjas Klubon, hogy ez alatt a 15 év alatt ti szinte egy emberöltöttbe futottatok. Aktivitásotokkal, a közösségi életnek a szervezésével, az önkormányzati kapcsolataitokkal, és mindazokkal a rendezvényeitekkel, vagy a rendezvényekkel való megjelenésetekkel, amellyel emeltétek a nyugdíjas élet színvonalát. Én a csikvándiakra mindig büszke voltam. Régóta ismernek benneteket már a 90-es évek óta, több okból kifolyólag is, de még nagyobb öröm mostanában napjainkban is találkozni veletek,
különböző megyei, regionális vagy országos rendezvényeket. Neveket nem emelek ki, hiszen tudjátok, kikről van szó. Én azt kívánom, hogy ez az aktivitás a titeket követő fiatalokra ugyanúgy fogjon rászállni, mint ahogy ti ezt a munkát végzitek. Nagyon boldog volnék, ha ez a nyugdíjas mozgalom, amely a 90-es évek kezdetén, sőt, valaki már 50 éve, hiszen Kapuváron az 50 éves megalakulást is ünnepeltük, a jövőben is tovább folytatódna. A legaktívabb szervezetei vagytok ti nyugdíjasok a megye, de a városok életének is. Kívánom, hogy maradjon meg az aktivitás. Ez a mentális egészségünknek ugyanolyan része, mint az, hogy mozgunk, dolgozunk, hol füvet nyírunk, hol szőlőt szüretelünk, kapálunk, vagy bármilyen tevékenységet végzünk. Én azt is tudom, hogy a legjobb ünnepi beszéd mindig a rövid ünnepi beszéd, ezért a lényegre térnék, és szeretném a Pannonia Szövetség nevében átnyújtani ezt a díszóklevelet. Hidikének, Áginak, Ágotának, majd tisztázzuk, hogy melyik névvel szereti, hogy szólítsam. Tehát diszoklevél a Csikvándi Fehér Akác nyugdíjas klub részére, 15 éves fennállásuk alkalmából, a csikvándi nyugdíjasokat példaértékű összefogásáért, a nyugdíjas mozgalmat gazdagító sokoldalú tevékenységükért. Köszönettel és elismeréssel, Pannon Nyugdíjas Szövetség. Tiszteletem! Tiszik majd utána. Próbálom én ezt fölemelni, de eléggé betekerték. És hoztam, én nem virágot hoztam, én szeretem a virágot, de Isten bizony jobban szeretem a boros üveget, mert abban az nem hervad el. Annak valamilyen hatása van, vagy nézegetjük, vagy megissza az ember, néha még be is csip tőle, hogyha kevesen jutunk rá. Tóth Lidia Ágot a klubvezető részére szeretném átadni a sikeres vezetői munkájáért, és további jó erőt, egészséget kívánok ugyanúgy neki, mint a klubnak. Ebben a receptes könyvben az van, hogy gombócok és palacsinták. Azon kívül, amit megtanultatok, még vagy 100 fajtát tudtok csinálni, és nagyon szívesen fogok jönni, hogyha hívtok. Köszönöm szépen! Jó egészséget!